2009 év végén ismerkedtünk meg talán, igen. 2009-ben ismerkedtünk meg a Rádai utcában egy szórakozó helyen, tulajdonképpen egy relatív zárt körű buli volt, pár ismerős hívott meg minket is, és tulajdonképpen én ott láttam meg a kisasszonyt, és azóta tulajdonképpen mi együtt is vagyunk, igazság szerint volt. Én akkor léptem ki egy elég hosszú kapcsolatból, egy durván átközel 3 éves kapcsolatból, még valamennyire benne is voltam a dologba, tulajdonképpen akkor megismerkedtünk, mondhatni azt, hogy egyből egymásba szerettünk, tulajdonképpen mondhatni. Miért nem? Egyből, szerintem egyből, nem mondhatni. Ezt akartam, hogy mondd ki te. Szóval egyből egymásba szerettünk, és tulajdonképpen azóta együtt vagyunk. Én mondhatom azt, hogy mellette lettem nő, és neki köszönhetek nagy részben minden tulajdonképpen, mert úgy gondolom, hogy egy sikeres és szép nő mellett kell, hogy legyen egy igenis olyan férfi, aki húzza felfele, és tényleg nem telik el úgy nap, hogy ne mondaná azt, hogy milyen szép vagyok, milyen csinos vagyok, tehát mindig dicsér. És az előző kapcsolataimra ez nem volt jellemző, és inkább az ellentétje. Úgyhogy azok így húztak le, és mi mondhatom tényleg, hogy úgy ismerkedtünk össze, hogy én egy nagyon kis törékeny, lelkisérült valaki voltam, így ezáltal, és szerintem elég hamar úgymond kikupálódtam mellette. Annyit javítanék az egész sztorin, hogy azért ő már előtte is egy gyönyörű, szép, ritka, szép lány volt, mint most is, ugye látod. Csak nem voltam vele tisztában. Igen, önértékelési problémák voltak, egy kis részt a dologban, hát ugye erről nem ő tehetett mindig általánosságában, hogy az ember tehet a másiknak a hogy létéről, lelkiállapotáról, aki mellette van, hogy mit kap tőle, milyen visszajelzést kap tőle, és nem feltétlen kapta azt, amit ő megérdemelt volna, de már ő azért előtte is szépségversenyeken ért el elég szép helyezéseket. Nem minden esetben gondolnák azt az emberek egy szép, csinos, fiatal lányról, hogy ő még minden mellett házias is tud lenni, és egy háztartást tart fent, és hogyha úgy van, hogyha reggel 7-kor kell, hogy felkeljek, vagy 7:30-kor, addigra már nekem rántottá van csinálva, tehát ezt sokan nem gondolnák róla, de amilyen szép kívül, ugyanolyan jó belül. Megmondtam neki az elején, hogy én nem az az ember leszek, aki akármikor is őt korlátozni fogja. Már azért sem, mert hogyha esetleg úgy alakulna, a kis ördög soha nem alszik, de ezt nem gondolnám, hogy így lesz, sőt, biztos, hogy nem így lesz, de ha esetleg úgy alakulna, hogy nem leszünk örökre együtt, akkor nem mondhassa azt, meg én sem mondjam azt, hogy egy szép lánynak elvettem a lehetőséget, lekorlátoztam. Hogyha pedig együtt maradunk, ami meg 100%, akkor meg ugye tulajdonképpen magamtól is elveszem úgy a lehetőséget, hogy miért ne lássam boldognak, miért ne, valamilyen szinten azért én is kapok ebből az egészből, mondjuk én nem szeretem feltétlenül ezt a csillogást, villogást, ezt a tévében szereplést. Nem azt mondom, hogy mi nem veszekszünk, mert minden pár kapcsolatban van, de én például, igen, tehát én például olyan vagyok, hogyha egy ideje mondjuk nem történik semmi, akkor elkezdem ki... Nyilvánosság előtt kimondod. Felvállalom mindent. Akkor el szoktam kezdeni kitalálni valamivel, hogy most ez nem jó, tehát én nem azért, aki hogy üldögél, és minden rendben, hanem hogy történjen valami. Amelyik kapcsolatban nincsenek viták, ott nincsenek érzelmek, és nincsen benne semmilyen szenvedély. Amikor most kimondták a nevét, természetesen nagyon örültem, azért, mert hogy örül, meg hát figyelj, igazándiból papírom lett arról, hogy Magyarország legszebb nője a csajom, tehát most neki melyik férfi nem örült volna amúgy. Ezelőtt is tudtam, de most annyi, hogy egy papír is igazolja. Arra fogok központosítani, hogy magamat adjam igazából. Nem tudok semmiféle stratégiát mondani, mert én szerintem erre nem lehet annyira felkészülni. Természetesen fel fogunk készülni a Miss Talentre, ott valószínűleg énekelni fogok, mert idén is az alversenyeken a Miss Talentre énekkel készültem, és elég jól sikerült, vagyis a zsűri szempontjából én magammal egyáltalán nem voltam ugye megelégedve, de ezt nyilván fejleszteni kell, és valószínű egy énektanárt is fogok kapni, úgyhogy erre felkészülünk, akkor kisfilmet kell csinálni, tehát ezekre nyilván mind felkészülünk, de az, hogy magamba, hogy fogom ezt beletenni, vagy hogy fogok milyen stratégiáim lesznek, ezt még egyelőre nem tudom. Tehát nyilván azért 180 nagyon szép lány között elég nehéz érvényesülni, de meglátom. Tehát ezt tényleg csak akkor fogom megtudni, amikor ott vagyok.
szakmai életemet most még nagyon nehéz azért így behatárolni, hogy hova szeretném. Én szeretnék azért egy üzletasszony is lenni, meg családanya. Tehát nekem ez így tetszik, csak nyilván majd kibővülve ez így mind. Szeretnénk azért majd babát, tehát nyilván meglátjuk, hogy hogy alakulnak ezek a dolgok. Hát 10 év, hány éves vagyok? 23. 33 éves krisztusi kor, nem tudom. Tehát tényleg úgy képzelem el abszolút, hogy lesznek azért vállalkozásaink, amiben én is tudok így tevékenykedni. Tehát nem az az ember vagyok, erre már rájöttem, aki beül egy asztal mögé, és ott ül 8 óra. Tehát én inkább ez a rohangálósabb. Ha éppen az kell, akkor nyilván akkor az... Akkor beülsz asztal mögé, és ott 12 órát. Értettem főnök. Egyértelmű, nem erről szól. Tehát nem fáj, vagy semmi a munka, de én inkább ebben tudnám magamat jobban elképzelni, ez a teszek, veszek és megyek ide-oda, és szeretném, én nagyon szeretem a nagy családot, tehát én vágynék rá, tehát 2 gyermeket biztos, hogy szeretnék.